Muzsia bejáratánál a Madách Imre és a Radnóti Miklós utca sarkán lévő Szentendre gyógyszertár több mint egy egyszerű patika. Az, akit nem csak a gyógyszervásárlás, hanem a gyógyszerészet története is érdekli, átmehet a szomszédos múzeumba is, ahol Sztefán Vukov gyógyszerész 3000 tárgyat felölelő gyűjteményét lehet megtekinteni. Saki predmet ima svoju ne samo da kažemo materijalnu vrednost, nego pre svega duhovnu. Međutim, prava vrednost je upravo to što se svi ovi predmeti nalaze na jednom mestu i što za većinu predmeta znamo kome su pripadali, znamo kakve su bile namene, a onda proučavanje života tih zaista mogu reći velikih ljudi jednostavno obogaćujemo i sebe i stvarnost u kojoj živimo. Betérve ide, az embernek az a benyomása, hogy megállt az idő. Ugyanakkor minden tárgy egyben a vidék fejlődéséről is tanúskodik. Treba pomenuti da je upravo taj razvoj apotekarstva i zdravstvene kulture bio presudan za razvoj Banat. Jer je Banat praktično tek opsežnim zdravstvenim merama postao oblast koja je primamljiva za život svih naroda koji su živeli i dan danas žive u Banatu. A gyógyszerészet sokáig kizárólag a férfiak tevékenysége volt, ritkán voltak hölgyek fehér köpenyben. Bárány Bélának, a Nagybecskereki gimnázium professzorának azonban mind az 5 lánya gyógyszerész lett. A család sok személyes tárgyát is sikerült megőrizni. A gyűjteményt nem csak a helyiek, hanem sok turista is felkereste már. A koronavírus járvány idején főként Belgrádból érkeznek látogatók.